A járvány miatt megváltoztak a mindennapok a mintegy 6000-es lélekszámmal rendelkező nagy ecseden. A település polgármestere televíziónknak elmondta, az oktatási-nevelési intézmények csak a legszükségesebb esetekben fogadnak gyerekeket. Kovács Lajos, a polgármesteri hivatal és a kormányablak megváltozott ügyfélfogadási rendjével kapcsolatban úgy nyilatkozott, a lakosság befogadó volt, így akadálytalanul folynak az előzetes regisztrációhoz kötött ügyintézések. A bölcsődénket, mint önkormányzatú társulási fenntartású intézményt, annak a nyitvatartását, üzemeltetését szüneteltetjük. Az óvoda tekintetében egy csoportban tartunk ügyeletet. Mind a két intézmény vonatkozásában egy felmérést végeztünk a szüneteltetést megelőzően, és a bölcsődéből nem érkezett igény. A óvoda tekintetében kb. 10 szülő jelezte, hogy ő továbbra is igényt tartana az ellátásra, ezért az óvoda ügyeleti jelleggel működik. Bár hozzá kell tegyem, hogy éppen a múlt héten érkezett a bölcsődés szülők köréből is ilyen igény, úgyhogy vélhetően a húsvéti ünnepeket követően a bölcsődébe is ügyeletet fogunk tartani. Természetesen az önkormányzat vonatkozásában, az önkormányzat szervezésében minden rendezvényünket felfüggesztettük, illetve elhalasztottuk. A polgármesteri hivatal és a polgármesteri hivatalban a Városházán működő kormányablaknál pedig a kormányhivatal által rendszeresített módon egy szűkített, csökkentett ügyfélfogadás mellett, online bejelentkezés, illetve telefonos bejelentkezés mellett időpontkéréssel folyik a munka. A polgármesteri hivatal tekintetében pedig szintén egy csökkentett ügyfélfogadási rendben, de kiszolgáljuk a lakosságot, tehát tulajdonképpen mindenki el tudja intézni a ügyes-bajos dolgát azzal a kis megszorítással, hogy itt is előzetesen egyeztetni kell, illetve hát ügyfélfogadást azt csak egy napra korlátoztuk, a hétfői napra, de azt gondolom, hogy a közszolgáltatások elérhetőek mindenki számára, aki ezt előzetesen egyezteti. Kovács Lajos hozzátette, a nagyecsedi önkormányzat a veszélyhelyzet idején is jól haladt infrastruktúrális fejlesztéseivel, ugyanakkor el kellett halasztani több pályázathoz kötött közösségi rendezvény megrendezését. Három helyszínen is zajlik jelen pillanatban Európai Uniós projektünk. Művelődési házunk rekonstrukciójának a befejezése zajlik, tehát ez egy 1-2 hetes idő múlva gyakorlatilag átadásra kerül, illetve egy iparterületfejlesztéses projektünk is zajlik két különböző helyszínen. Ott, tehát az infrastruktúrális fejlesztések tekintetében nem jelentett ez problémát, ott szerintem zajlik ütem szerint. Fut több egyéb humán projektünk is, ott igen, tehát ezek is uniós projektek, de mivel ezeknek a programelemeknek egy jelentős része rendezvényképzés, ott felfüggesztettük ezeknek a projekteknek a megvalósítását, tehát ott valószínűleg élünk a közreműködő szervezet által jelzett automatikus 3 hónapos projekt hosszabbítással, hiszen jelen pillanatban nyilván ezeket az eseményeket nem tudjuk megtartani.